Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ezúttal is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. Megnyitotta a kapuit az iskolások előtt az Alba Innovár. A tanév során a hét 4 napján tartanak majd itt interaktív foglalkozásokat. Az nyer, aki a legtöbb lufit kipukkasztja. A játék különlegessége, hogy a gyerekek a lábukkal végezhetik el a feladatot egy úgynevezett okos padlón. Egy másik csapat pedig 3D-s nyomtatót programoz. Az Alba Innovár a tanév során lehetőséget biztosít a fehérvári diákoknak, hogy ingyenesen részt vehessenek a játékos oktatáson, melynek során megismerhetik a legmodernebb technológiákat. A fiatalok pedig örömmel vesznek részt a programban, hiszen, mint mondják, ebben van a jövő. Szerintem azért fontosak, mert nem sokára, amikor már mi leszünk felnőttek, a én korombeliek, akkor ez lesz ugye a jövő, és ezeket érdemes tudni. Lehetséges, hogy nekünk egy hamarosan ugye ezek már lehetnek az iskolába is, ne legyünk, és hogy így ezért megismerhetjük, hogy hogyan halad a technológia előre, és igazából más feladatokat is megismertünk, hogy régen milyen volt, és hogy most is milyen. Az Alba Innovár célja is éppen ez, hogy megtanítsa az ide látogató gyerekeket az algoritmus gondolkodásra, valamint hogy fejlessze azon készségeiket, melyek elengedhetetlenek lesznek a jövő munkaerőpiacán. A gyerekek először is nagyon nyitottak a digitalizációra, teljesen természetes számukra, hogy ennyi eszközzel dolgozunk. A legtöbb gyerek nem programozott még soha. Ők ma úgy mennek haza, hogy már 2-3 programot is készítettek. A csapat egyik része robotokkal foglalkozik, illetve 3D nyomtatókkal. 3D nyomtatókkal nyomtatják ki a saját maguk által tervezett kis tárgyakat, illetve robotokkal már kisebb versenyt is lebonyolítottunk. A csapat másik fele pedig egy kicsit érdekesebb, mozgalmasabb játékokat játszik a szabadulószobában, az okospadlóval, illetve a virtuális valóságban zajló szobrászkodással. Úgyhogy igyekszünk úgy megalkotni, megkonstruálni a foglalkozásokat, hogy többféle területet, többféle készséget fejleszünk, miközben a gyerekek játéknak fogják fel ezt a sok foglalkozást, ami így követi egymást, de valójában ez egy pedagógiailag is megalapozott folyamat. Miért fontos ez? A kódolás, a programozás a digitális világban szükséges készségek már olyannak számítanak, mint egy második idegen nyelv, amellyel kifejezhetjük magunkat, alkotni vagyunk képesek, problémákat tudunk megoldani, és hát rendkívüli módon meg tudjuk növelni az esélyünket a munkaerő piacon és a munkavilágában, hiszen most már nem csak a programozók programoznak, hanem nagyon sok területen van szükség egy kis algoritmikus gondolkodásra, logikus gondolkodásra, vagy akár kisebb programok módosítására, írására. Mi úgy tekintünk erre, mint ahogy az idegen nyelvet fontos tudni, ez egy második idegen nyelv, a kódolás nyelve, és mi inkább ezt nagyon hangsúlyozottan egy eszközként tekintjük, és nem pedig cél. Tehát nem cél az, hogy itt a gyerekek mindenféle digitális technológiát használjanak, hanem az a célunk, hogy alkossanak, problémákat oldjanak meg ebben a központban, és ehhez vegyék igénybe az éppen szükséges digitális technológiát. Azt gondolom, hogy a gyerekek számára nem jelentett semmi sem nehézséget. Mi igyekszünk úgy kommunikálni és úgy vezetni a foglalkozásokat, hogy az kevéssé hasonlít egy tanórára. A mai napon például sok matematika és fizika is volt a probléma megoldásnál, teljesen természetesennek vették és ügyesen dolgoztak. Valószínű, hogyha a matematika és a fizika szó elhangzott volna, egy kicsit más hangulat alakult volna ki, de számukra ez természetes. Semmilyen akadály nem volt, erre így már számíthattunk is, hiszen voltak itt már táborok a nyár folyamán, tehát ismerjük ezt a korosztályt jól,
és azt gondolom, hogy a visszajelzések is jók. Kérdeztük a gyerekektől már így a szünetben, hogy mi az, ami legjobban tetszett, és hát sokan mondták, hogy minden. A programban mintegy 5000 általános iskolást kívánnak bevonni, de lesznek szakkörök, sőt, hétvégente a családok előtt is nyitva áll a központ. A Viktória Rehabilitációs Központ idén is megrendezi nyílt egészségnapját. Az esemény tájékoztatóján az intézmény vezetője bejelentette, hogy egy olyan útmutatót bocsájtanak a Székesfehérváron élő hátrányos helyzetűek rendelkezésére, melyben az összes a városban működő, fogyatékosokkal foglalkozó segélyszervezet elérhetősége megtalálható. Egyenlő esélyekkel az egészségért a Székesfehérvári esélykör keretében szeptember 9-én szombaton rendezik meg a hagyományos nyílt családi egészségnapot a Viktória Rehabilitációs Központban. Székesfehérvár egészségprogramja tartalmazza azt, hogy mindenkinek esélyegyenlőséget biztosítson az egészség terén is. Ez abban is megnyilvánul, hogy ezeket a programokat most már olyan helyszínekre visszük, amik teljesen akadálymentesek. Ez most már az idei második ilyen szűrésünk lesz. A Viktóriával már hagyományosan jó az együttműködésünk, úgyhogy közösen szervezzük a szűrővizsgálatokat is, a humán szolgáltató intézet munkatársai, a kórház dolgozói és a Viktória saját szakemberei végzik ezeket a szűréseket, amik mindenki számára elérhetőek, tehát várjuk a környékállakókat is és a különböző fogyatékossággal élőket is. A rendezvény napján 9 és 13 óra között a program szerint az összes érzékszervvel kapcsolatos betegségekre lesznek szűrések és tanácsadások, valamint minden egyéb jellegű betegségek korai felismerését, időben történő gyógyítását, kezelését szolgáló méréseket végeznek, szűréseket biztosítanak az érdeklődőknek bemutatókkal, tanácsadással együtt. Vannak hagyományai, tehát nekünk is sikerült gyakorlatot szerezni, hogy gyorsan, nagyon sok embernek színvonalas szűréseket, tanácsadásokat tudjunk biztosítani. Azonban az idei egészségnapnak van egy rendhagyó kiegészítése, hogy nem csak mozgássérült embereket és általában más embereket várunk, hanem várjuk a más fogyatékos csoporthoz tartozó embereket és családjukat is. Nekünk ehhez ugye fel kell készülni, és nekik is nyújtani olyan segítséget, hogy teljes joggal részt tudjanak venni, minden szűrésre el tudjanak jutni. Például a látássérült emberek esetében nem elég, hogy mi nagyméretű és nagybetűs plakátokat, irányító táblákat helyezünk ki. Egy teljesen vak embernek kísérője lesz, hogy így segítse az épületen belül a közlekedést, a tájékozódást. A hallássérülteknek pedig jeltolmácsok fogják segíteni, hogy eligazodjanak. A másik, hogy elmondják azt is a recepciónál, hogy lesznek olyan szűrések, ahova sorszámokat kell húzni. Adunk szűrőlapokat és olyanokra, amikre az eredményeket föl lehet íratni, és ez alapján például a házi orvossal is egyeztetni. Tehát a hallássérülteknek ebben kell majd segítséget nyújtani, hogy ezekről az információkról ők is értesüljenek mindjárt a bejáratnál. Az egészségnap helyszíne a Viktória Rehabilitációs Központ teljesen akadálymentes. Feltűnő, jól látható és olvasható táblákkal segítik a csökkent látó és a hallássérült embereket is az épületen belüli tájékozódásban. Önkéntesek fogják segíteni a teljesen vak résztvevőket az épület teljes területén a közlekedésben, az általuk választott szűréseken, tanácsadásokon való teljes értékű részvétel érdekében. Az egészségnaphoz kapcsolódóan hiánypótló kiadvánnyal jelentkezett Székesfehérvár önkormányzata és a Viktória Rehabilitációs Központ. Az útmutató fogyatékos embereknek és segítőiknek füzetben összegyűjtve találhatóak meg azok az információk, amelyekkel valamennyi fogyatékos csoport segítői érdekképviseleti szervezet munkájába betekintést enged, elérhetőséget biztosít. A saját egyesületünknél, meg az intézménynél is tapasztaljuk azt, hogy sok ember nem tud időbe értesülni az információkról. Tehát ha valaki frissen válik sérült emberré, akkor nem tudja, hogy hova forduljon, és hogy hol kapaszkodókat ehhez.
Én úgy gondolom, hogy ma különösen fontos, hogy minél gyorsabban, minél pontosabb információkhoz jussanak az érintett személyek. Székesfehérváron nagyon sok intézmény és sok szervezet van, amelyik a fogyatékos embereket segíti. Ezzel a füzettel mi azt szeretnénk elérni, hogy itt is minél előbb találják meg a segítő szervezeteket, a fejlesztést, a szakmai segítséget nyújtó intézményeket, és ha ezekkel nem elégedettek, akkor hol vannak azok az országos intézmények, ahova ők még tovább tudnak fordulni. Emellett a füzetnek van egy nagyon jó része, itt egy helyen megtalálhatók azok a jogszabályok, amelyek a fogyatékos emberekre vonatkoznak, és ott megvannak azok az ellátások is, amik őket megilletik, arról is, hogy hogy juthat hozzá, mi kell hozzá. És van még egy harmadik információs rész is, amiben hát ott elsősorban mozgássérültekre vonatkozó információk vannak, de olyanok, ami hát inkább már a jó közérzetet segítik. Tehát, hogy hol lehet segédeszközt beszerezni, hol tudja a szabad idejét eltölteni, milyen akadálymentes üdülőhelyek vannak. Tehát ez már inkább közérdekű információ, és nem annyira meghatározó, de úgy gondolom, hogy ez is segítség lehet sokaknak. Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy a fogyatékosokkal foglalkozó sokszínű intézményrendszer a bölcsödétől az óvodán át az iskoláig, a munkába állás segítéséig megmutassa önmagát a rászorulóknak. Az önkormányzat támogatásával az esélykörű jóvoltából megjelent ez a kiadvány, ami minden olyan fogyatékkal élő embernek segít, aki itt Székesfehérváron él, hiszen ebben a kiadványban megtalálható minden olyan szervezet, intézmény és minden olyan lehetőség, ami számukra segítséget nyújthat a mindennapokban. Az önkormányzat mindig minden lehetőséget és minden csatornát meg fog keresni, és remélem, hogy meg fog találni ahhoz, hogy a fogyatékkal élő embereken segítsen. Nagyon remélem, hogy a közeljövőben is a civil szervezetekkel ugyanilyen konstruktívan tudunk majd együttműködni. Azt gondolom, hogy példaértékű az az összefogás, amit az esélykör, az esélyteremtésben dolgozó civil szervezetek mutatnak. Nagyon remélem, hogy más tematikákban is láthatjuk majd ezt az összefogást a közeljövőben. A fogyatékos csoportok tagjai az igénybe vehető szolgáltatásokon túl tájékozódhatnak a füzetből a fogyatékos emberekre vonatkozó jogszabályokról, kedvezményekről és az igénybe vehető ellátásokról is. Idén ősszel sajnos poloska invázióra számíthatunk, főként a meleg időjárás kedvezett az észak-afrikai eredetű zöld vándorpoloska elszaporodásának. A kellemetlen rovarok az első fagyokig okozhatnak kellemetlenségeket. Káros és kellemetlen, gyümölcsön és zöldségen egyaránt megtaláljuk. A poloska ugyan emberre nem veszélyes, kertünkben bizony kár tehet a termésekben. Két úgynevezett inváziós poloskafajról van szó, a zöld vándorpoloskáról és az ázsiai márványos poloskáról, melyek nem őshonosak Magyarországon, illetve hát Európában sem. A zöld vándorpoloska az Észak-Afrikából vándorolt be először a Mediterránum térségébe, utána pedig egész Európába. Az ázsiai márványos poloska pedig, mint a neve is jelzi, Ázsiából került be Európába, illetve gyakorlatilag az egész világon szétterjedt most már. Mennyire károsak, mire kell figyelnünk, illetve hát hogyan lehetünk elővigyázatosak velük kapcsolatban? Mind a két faj szívó kártevő, mely a növények nedveivel táplálkozik, mivel nagyon széles a táplálékköre, több száz kultúrnövény, ez lehet zöldség, gyümölcs, illetve dísznövény is, ami szívesen szivogat, és a szivogatott növények, azok növényeken elváltozásokat találhatunk, így paradicsomon, paprikán ilyen világos elhaló foltokat, a gyümölcsön súlyos esetben szintén ilyen elhalt részeket lehet találni. Elsősorban a növényeknek a szaporító képleteivel, tehát bimbókon, virágokon, fiatal terméseken, kifejlett terméseken táplálkoznak. És ahogyan az időjárás hűvösebbre fordul, a poloskák védett helyet keresnek, így a lakásokban is megjelennek. Ezek a poloskák
imágó, tehát kifejlett alakban telelnek át, előszeretettel vándorolnak be lakott helyekre, ahol nincsen hideg, és itt vészelik át a telet. Majd tavasszal ezek a kifejlett poloskák előjönnek, és folytatják előző évben abbahagyott károsításukat, illetve hát elkezdik a tojásrakást, amiből a fiatal lárvák is kikelnek, és ebben az időszakban már együtt figyelhetők meg a kifejlett alakok, illetve a különböző fejlődési fokozattal rendelkező lárvák, amik hát jól elválnak egymástól, és ilyen csoportokba folytatják táplálkozásukat a szivogatás által. Majd az ősz folyamán ismét azzal fogunk találkozni, hogy kezdenek bevándorolni a lakások környékére, olyan helyekre, ahol a hidegtelet át tudják vészelni. Ilyenkor jó, hogyha a lakások nyílászáróin, ajtókon, ablakokon sűrű szövésű szúnyogháló van. A poloskák kifejlett alakban vészelik át a telet, tavasztal pedig megkezdik a tojásrakást. Ezt követően ismét károsíthatják a kertünkben élő növényeket. A poloska szívása nyomán elhalnak a növényi szövetek, így a termés torz alakú, esetleg ehetetlen lesz. Ezúttal sem maradhatnak el életmód tanácsaink. Ismét ellátogattunk a Kettlerbe, ahol különféle sportolók funkcionális edzéseibe pillantottunk be, amit rajtunk kívül egyébként bárki megtehet, és saját edzéseihez meríthet ötletet. Egy új sorozat indult itt a Kettlerben, erőléti edzések, egy kis technikai háttér és szeminárium, de mit kell tudni erről a kezdeményezésről? Igen, ugye kiemelten támogatjuk azt, hogy hozzánk járjanak versenysportolók, vagy versenysportok is bejöhessenek ide házon belőle, és ennek az egyik iránya a küzdősportok, a box, és hát két fiatalembert sikerült nekünk találnunk, akik itt közösen, az egyik egyébként egy Kempó világbajnok, a másikójuk pedig a boxolónk, Kiliti, akit már ismerhetnek, Kiliti Tomi, akik követnek bennünket, és itt ugye az nekünk a történetünk, hogy egyrészt nekik fogunk adni egy pluszt, mert még komolyabb szakmai fejlődést tudnak elérni azáltal, hogy kiemelten csak rájuk fókuszálva van erőléti edzés, meg technikai edzés, de gondoltunk azokra is, akik érdeklődnek ez iránt, és szeretnének új gyakorlatokat a saját kis edzésükbe beiktatni, és akkor miért ne csináljunk egy nyílt edzést, ahol az lesz, hogy bárki jöhet, megnézheti, beállni nem tudnak, hiszen hát itt komoly sportolókról beszélünk, akik valószínűleg magasabb szinten vannak, mint mondjuk egy vendég, aki ezt meg tudja csinálni, de lehet, hogy merít olyan részt, amit majd beépít a saját kis edzésébe. Úgyhogy azért nyílt, és azért van az, hogy szeretnénk, hogy jöjjenek, és azért is egy sorozat, mert ugye indulunk valamivel, és akkor mindig folyamatosan majd mutatunk új dolgokat, új gyakorlatokat, új edzők, bekapcsolódnak majd szerintem ebbe a projektbe. Jó, egy ilyen komplex program? Sokkal egyszerűbb, hogyha mindenki azt csinál, ami ezért. Ugye én foglalkozok a technikai részével, sokkal egyszerűbb és pörgősebb tud így lenni egy edzés, hogyha csak a technikával foglalkozunk, és külön eljön egy erőléti állóképességre egy olyan ember ez, akinek ez a szakmája, és ezért jobban. Mi a különbség alapvetően a két edzésforma között? Hát az egyik az ugye erősítő, statikus főként, a másik pedig a technikai elemeket ismételjük, gyakoroljuk, veszünk át újat, úgyhogy hát az egyik az technikai edzés, a másik pedig erőléti. Egyben lesz az állóképességük, az biztos, ami nem hátrány, hanem nyilván előny. A másik meg az, hogy a technikai szinten is addig el tudnak jutni, amennyit ki lehet hozni egy versenyzőből adott esetben. Túl vagyunk egy előadéti edzésen itt az Orsinál, hát mennyire volt nehéz, hogy könnyű túlélni? Hát abszolút kemény edzés volt.
megszokott, egy kicsit távolabb mentünk most, úgyhogy hát a pulzusom az sokszor a maximumon volt, úgyhogy komoly. Hát ez egy ilyen tipikusan erőléti felkészítő edzés volt. Úgy éreztem, hogy a dinamikára jobban megyünk rá, úgyhogy nagyon kifáradtam. Nagyon kifáradtam. Említetted, hogy a megszokottól eltérő, általában mondjuk egy héten mennyit szoktál edzeni? Hát ugye az első, a kérdésnek az első felére elég komplex az edzés munka. Tehát például én az atlétikától kezdve úszáson át, akkor ugye a technikai box edzéseken keresztül elég vegyes az edzés. Úgyhogy próbáljuk mindig kiegészíteni ilyen erőléti edzésekkel, amik azért elég széles repertoárban vannak. A kérdés második fele pedig versenyfelkészülésben, hát hetente olyan 10 edzésem azért megvan. Miért jó, hogyha ennyire vegyes az edzés? Az erőlétet, illetve a kondíciót, azt nagyon sokféleképpen lehet fejleszteni. Mi például nagyon sokszor csináljuk ezt a 800 méter futást időre, ez 3 perc alatt minél több körbe, ezzel is nagyon szét lehet szedni a kondit. De mivel itt a boxba, illetve a kegybe is amatőrbe 3x3 perces menetek vannak, ezért tipikusan erre az időre találunk ki ilyen erőléti edzéseket, és akkor ezekkel lehet tudjuk fejleszteni. Hát még mindig keresem a szavakat, hát ő teljesen más, mint egy boxedzés, ugye itt az Orsihoz járok heti 3 alkalommal, mindig tanulok valamit, mindig mutat valami újat, minden edzésen meghalok. Úgyhogy hát teljesen más erőlétben, a boxnál ez nagyon kijön a mérkőzéseimet, és szünetben nem kell leülnöm, és teljesen jól érzem magam erőlétileg. Akkor mondhatjuk azt, hogy jót tesz neked, meg a versenyzői pályádnak az ilyen komplex edzés. Igen, teljesen. Hát igazából szét van szedve a box, az orsis edzés és a Szüstiborhoz járok funkcionális edzések, úgy teljesen szét van szedve az erőléti edzése, úgyhogy toppon érzem magam jó formában. Eredmények is vannak már? Van, igen, van egy vesztes mérkőzésem és egy győztes idén, most lesz szeptember 9-én itt Fehérváron, amit szeretném megköszönni a rendezőknek, hogy elindulhatok, mert nemzetközi meccs lesz, úgyhogy, és én amatőr felhozó meccset fogok boxolni, úgyhogy nagyon várjuk, már sokan kijönnek, úgyhogy reméljük jó lesz. Főleg a hazai pályán, nem? Így van, hazapálya, ez nagyon nagy motiváció. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Jövő héten a megszokott időpontban újra számítok majd figyelmükre. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!